zenészek kezdésként egy bukovinai 48-as dalt adtak elő. Ezután a zene segítségével megemlékeztek a székely huszárezredről, amely az 1848-49-es harci események tevékeny részese volt. Egyébként sok olyan népdal van, amely ezekhez az évekhez kötődik. Mi is ebből válogattunk Bukovinától egészen Kassáig, Beregszásztól egészen Zoborvidékig akár. Tehát igyekeztünk olyan dallamokat válogatni, és ha nem konkrétan a szöveg miatt 48-as, de néhány történetet el fogok mondani útközben, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a helyszínek a 48-as, 49-es eseményekhez. De hát mi alapjában egy magyar népzenét játszó zenekar vagyunk, és természetes, hogy a koncertünkön magyar népzenék fognak szólni a teljes Kárpát-medencéből, és ezeket fogjuk fűszerezni. Tehát a reformkor dallamaitól ténylegesen egészen a régi stílusú verbunkos táncokig. A zenekarvezető szerint a népzenének és a népdalnak az olykor-olykor tapasztalható nehézségek ellenére a mai napig megvan az ereje. Mindig vannak hullámvölgyek, amikor az elektronikus zene felerősödik, de aztán a végén mindig rájövünk, hogy az élő zenének van ereje, mikor ember az embernek tud muzsikálni, és hol kisebb közössége van, hol nagyobb, de én azt látom, hogy az elmúlt években, akár csak a mi életünkben, például a Fölszállott a pávának köszönhetően, nagyon-nagyon sokan megszerették a magyar népzenét, a magyar nótát, és szívesen énekelnek az emberek, mi pedig ezt örömmel csináljuk. Egyébként is azt hiszem Dunaszerdahely, de bátran mondhatom, hogy Felvidék is egy magyar nóta, népzene szerető közösség, és hát a Kossuth nótától a Csinompalkón át, a Gáboráról Rézágyűjt, tehát ezek mind-mind olyan dallamok, amelyek az ember rögtön a 48-as, 49-es eseményekhez köt.